Az Interreg Románia-Magyarország 2014-2020 program keretében Hajdúböszörményváros önkormányzata pályázatot nyert Rohu 357-es kutcámmal. Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú-Bihar Euró -Régióban címmel. A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre, illetve a magas gyakoriságú betegségek megelőzésének korai azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltés és tájékoztatás. A közbeszerzési eljárás eredményeként első lépésként nemrég megérkeztek a bocskai gyógyfürdőbe a terápiás rehabilitációs eszközök, vagyis 5 darab masszázságy, egy darab mágnesterápiás készülék, két lézerterápiás készülék, két tensz ultrahang, egy tangentorkád és kettő iszap sterilizáló szekrény. Ugyancsak ebből a beszerzésből egy víz alatti porszívú és négy defibrillátor is beszerzésre került. A projekt keretében további eszközök érkezése is várható. A sajtótájékoztatón Kis Attila polgármester elmondta, hogy ez az egészségügyi fejlesztés a lakosokat szolgálja a jó egészség megőrzésében. Ez egy interreges program két ország, Románia és Magyarország közötti együttműködésből jött létre, rövidítve Rohu és ebből 250 ezer, 250 ezer, euró támogatást nyert el a város. A mai árfolyamon ez egy olyan 85-90 millió forint körüli összeg, és ebből több területet tudunk támogatni. Egyrészt a szakrendelőben a lendő fogorvosi rendelők felszerelése, fogorvosi székek és egyéb eszközök formájában, másrészt pedig itt a gyógyfürdőben, hogy vagyunk, ahol most vagyunk, az itteni munkálatokat fogja segíteni, és fogják segíteni azok az eszközök, azok a különféle dolgok, amelyeket beszerzünk, vagy beszereztünk, már itt is vannak, és még majd januárban is lesz egy második forduló, vagy második kör ennek a beszerzésnek, és akkor teljesen újszerű működéssel tudjuk fogadni a vendégeket. Egyrészt az öltöző berendezéseit, az öltözőben való munkát, illetve hát az öltözést fogjuk elősegíteni, és hát egy kicsit a mostani időszaknak, a 21. századnak a, a a működését ez a karóra szerű kis beléptető rendszer, amit nagyobb fürdőkben már tapasztalunk, már mint hogy a karunkra tesznek egy ilyen kis elektromos eszközt, és akkor az alapján tudunk jönni menni. Tehát ezeket akarjuk előkészíteni. Örülök annak, hogy egy uniós forrásból a városba újabb 10 milliók, 100 milliók érkeznek, és még inkább, hogy az egészségügyet, ezen keresztül akár az idősebb embereket is tudjuk támogatni. Másrészt pedig a fejlődés az mindig jó. Dr. Erdős András, az ESV Nonprofit Kft. ügyvezetője pedig megfogalmazta, hogy ennek a projektnek a keretében beszerzett eszközök nagy segítséget nyújtanak a gyógyászati, fizikoterápiás ellátásban, valamint a fogászati kezelésekben is. A népbetegségeknek a megelőzhetősége, illetve a korai halálozásnak a csökkentésére lett kiérve ez a pályázat. Ebből kifolyólag mi úgy gondoltuk és úgy terveztük, hogy a mozgásszerű betegeknek próbálunk meg minőségi életet biztosítani azáltal, hogy a beérkező eszközparkkal a mozgásszerű betegeket tudjuk gondozni és rendszeresen kezelni, illetve a gyógyászati központnak az eszközparkja fiatalodott meg tulajdonképpen a masszázságyakkal, az kezelővel tangentor káddal, illetve az alapellátás tekintetében pedig a fogászati székek kerülnek majd elhelyezésre, és hát ezzel majd, ha kész lesz a Petőfi utcai alapellátó központ, akkor azt gondolom, hogy a fogászatra érkező betegeket is egy modern, korszerű épület együttesben, korszerű eszközökön tudjuk majd szűrni, illetve kezelni. Mennyire fontos a szűrővizsgálatokra elmenni a betegségek megelőzése tekintetében? A pandémia rámutatott arra, hogy a szűrővizsgálatok hiányával a betegek sokkal rosszabb egészségi állapotban, illetve előre a betegségi stádiumban keresik fel az orvosaikat, ahol már a gyógyítási lehetőségek korlátozottabbak. És ezért nagyon fontos az, hogy mi időben a megfelelő szűrővizsgálatok a korai stádiumban, a betegségek kiszűrésével adjanak esélyt arra, hogy gyógyíthassunk.